Továbbra is keresik a Hableány 4 eltűnt utasát, a tegnap kiemelt hajótestet a csepeli Szabad kikötőbe szállították. Közben a bíróság jogerősen úgy döntött, hogy a Viking szállodahajó ukrán kapitánya szabadon védekezhet, ha kifizeti a 15 millió forintos óvadékot, de Budapestet nem hagyhatja el. A TEG főigazgatója a hajó kiemeléséről úgy fogalmazott, sokrétű és nagyon nehéz feladat volt, mert ilyenben nem volt rutinjuk. A Hableány már a víz fölött. A hajót kedden emelték ki a Duna mélyéről. A Hableányt ide a csepeli Szabad kikötőbe szállították a kiemelést követően. Centiméterről centiméterre vizsgálják át a rendőrség és az ügyészség munkatársai és hajózási szakemberek. Azt próbálják kideríteni, hogy a hajótest sérüléseit a szállodahajó vagy a folyómederhez ütközés okozta-e. A 70 éves hajót szerda délelőtt már a dél-koreai mentőcsapat is átvizsgálta. Kutyákat is bevetettek a holttestek felkutatására. A Hableány május 29-én süllyedt el a Margit híd közelében, miután összeütközött a Viking szállodahajóval. A fedélzetén 35-en utaztak, 33 dél-koreai állampolgár és a két tagú magyar legénység. A tragédiát heten túlélték, 7 holttestet még aznap éjjel megtaláltak. A hajó kiemelése majdnem 10 órán át tartott, és több százan dolgoztak a műveletben. A feladat sokrétű volt, és ritkán használom ezt a szót, de nagyon nehéz. Egy dolog miatt volt nagyon nehéz, hisz olyan dolgot kellett tennünk, amilyet eddig még nem tettünk, és ebben azért a kellő rutinnal nem rendelkeztünk. Így értékelte az akciót irányító Hajdu János. A TEG főigazgatója mindenkinek köszönetet mondott, ahogyan a Koreai Köztársaság Budapestre akreditált katonai attaséja is. Szeretném tisztelettel megköszönni először a Magyar Belügyminisztériumnak, a magyar kormánynak és a terrorelhárítási központ munkatársainak, akik részt vettek a balesetben eltűntek megkeresésében és a Hableány kiemelési munkálataiban. Közben a bíróság döntés alapján a szállodahajó kapitánya szabad lábon védekezhet. A 64 éves ukrán férfinek hetente kétszer személyesen jelentkeznie kell a nyomozóhatóságnál, valamint nyomkövetőt kell viselnie, és nem hagyhatja el Budapestet. Az óvadék elég magas összegű, 15 millió forint, és azért döntött így a bíróság, mert a nyomozás jelenlegi szakaszában az az elsődleges cél, hogy a kényszerintézkedés azt biztosítsa, hogy jelen legyen a nyomozati cselekményeken, illetőleg a hatóságok számára bármikor elérhetővé váljon. A Hableány 4 utasát még keresik, ezért megduplázták az eltűnteket keresők létszámát.